Még a fotóriportert is meglepte, mennyi nyoma és emléke van még mindig a 100 évvel ezelőtti véres küzdelmeknek. Szlovéniában számos elhagyott erőd megmaradt, ahol még láthatók a belövések nyomai. Olaszországban megvannak még azok a sziklába vájt üregek, kavernák is, amelyek menedéket jelentettek a katonáknak, és raktárként is szolgáltak a háború idején. A fényképeken ezeket és az azóta létesített emlékműveket, valamint a katonasírokat is megörökítette Benkő Sándor, aki 2011-ben járt először az egykori olasz és szlovén hadszíntereken Kozma Gábor újságíróval. Szerettem volna megmutatni azokat a helyszíneket, ahol jártam, és azért örülök, hogy itt ezen a katonatörténeti kiállításon most jó darabig maradhatnak, hogy azért azok, akik csak úgy átutaznak mondjuk Szlovénián vagy Olaszországon, mennek a tengerpartra, jusson eszükbe az, hogy azért itt lehet, hogy 100 évvel ezelőtt nagyon-nagyon sok ember meghalt. A kiállítás megnyitóján Puskás Tivadar polgármester megköszönte kollégájának, hogy fotóival a pillanatot átemeli az örökké valóságba, így állítva emléket az egykori áldozatoknak. Majd Kiskós Ferenc tartott előadást a hadisírok gondozásáról és a háborús emlékhelyekről. Az életüket áldozó katonák emlékének ápolásáról már 1917-ben törvény rendelkezett. A törvénycikk kimondta, hogy minden város és község anyagi erejének megfelelően méltó emlékművön örökítse meg a hősi halottak emlékét. Vasvár megyében már a 20-as években egyre több helyen avattak fel hősi katonai emlékművet, emléktáblát. Benkő Sándor azt tervezi, a közeljövőben újra visszatér a véres harcok helyszínére, nem csupán dokumentálni szeretné a háború nyomait, de emlékezni is arra a 100 000-nyi magyar és olasz katonára, akik életükben ellenségek voltak, de halálukban barátokként nyugszanak egymás mellett, ahogy ezt a doberdói fennsíkon egy emléktábla felirata is megörökíti.